Béradás, újra az orvosháziak szúrnak. Dohányzás, városunkban nem büntettek. Folytatva a baleset megelőzést, ismét orvosházán Kis Rozália. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Lássuk is legfőbb híreinket! Visszavette a vérvételi tevékenység végzését az Orosházi Kórház az Országos Vérellátó Szolgálattól. Január 1-ével újra a helyi véradó állomás gárdája veszi le a vért Orosházán és a kistérségi településeken. A keddi véradáson forgattunk. A véradó állomásnál a korábbról jól ismert Molino is jelzi, ismét élet van a véradóban. Az éveleje óta újra orvosháziak szúrják a donorokat. Tavaly évben az Orosházi Kórház az Országos Vérellátó Szolgálattal több tárgyalást lefolytatott, és ennek eredményeképpen idén január 1-től ismételten az Orosházi Kórháznak a véradó állomása veszi le a véreket. Az elmúlt két év az bebizonyította, hogy hatékonyabb és gazdaságosabb, hogyha az Orosházi Kórház veszi le, mind a donorok szempontjából, mind a kórház szempontjából, mind a vérbiztonság szempontjából. Bent az épületben többen várakoznak arra, hogy vért adhassanak, van, aki már sokadik alkalommal jött. Amikor lehet, akkor csak segítsen az ember, meg hát van, amikor értesítenek és nem jövök el, és akkor volt, amikor szóltak, hogy pont az én vércsoportomból hiányzik, és akkor persze szívesen eljöttem. Egy ajtóval beljebb zajlanak az utolsó előkészületek az életmentő véradáshoz. Borsodi Nagy Györgyné túl van az 50-en, ő ezzel segít embertársain. De más oka is van annak, hogy ilyen sokszor jelent meg donorként. Egészségi állapotomnak is jót tesz, meg így legalább szűrés alatt van az egészségem, tehát kiderül, ha van problémám lenne, és azért járok rendszeresen, meg hogy segítsek az embereken. A megbízott osztályvezető szerint a legtöbben azért jönnek, mert segíteni akarnak, de különböző indítatásból. Vagy a családban volt egy olyan esemény, vagy rokonságban, ahol vérre volt szükség, és emiatt indult ez a motiváció, hogy ő is szeretne segíteni valakinek, illetve van, akinek a családjában ugye a szülei is véradók voltak, és úgymond családi hagyomány szerint ő is véradóvá vált. A Magyar Vöröskereszt továbbra is segít a véradások szervezésében és az adatok összesítésében. Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, az orosházi térségben tavaly 3445-en jelentek meg véradáson, közülük 3224-en adhattak is. Az új véradók száma 245 volt. Idén már mintegy 75-en fordultak meg a véradó állomáson és adtak is vért. Az intézetben minden héten kétszer, általában kedden csütörtökön lehet véradásra jönni, és ezen kívül a kistérség településeire megyünk ki, ami azt jelenti, hogy minden évben 4-4 alkalommal. Ez összesen az idejében körülbelül 110 véradó eseményt fog jelenteni. A képújságon, az Oroskafén és az orosházi életben is tájékozódhatnak a véradások időpontjáról, a munkahelyeken munkaidő kedvezményt is kaphat, aki az életmentés ilyen formájára alkalmas. Január 1-én éppen 3 éve szigorodtak a dohányzással kapcsolatos szabályok. Tavaly összesen 52 helyen tartottak ellenőrzést orosházán, pénzbírságot egy esetben sem kellett kiszabni. Sokan fogadják meg az évelején, hogy felhagynak káros szenvedélyükkel és nem gyújtanak rá többet. Éppen 3 éve, hogy a dohányzással kapcsolatos törvényt szigorították, zárt helyeken, illetve autóbusz megállókban nem lehet rágyújtani. Orosházán tavaly 52 ellenőrzést végeztek az Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének munkatársai, főként vendéglátó és szórakoztatóipari egységekben, közterületen, busz- és vasútállomáson, játszótereken és egészségügyi intézményekben ellenőriztek, betartják-e a törvényi előírásokat. A tapasztalat az, hogy a törvényt betartják, így nem is bírságoltak az ellenőrök. Országszerte több mint 27 ezer egységet ellenőriztek, bírságolásra mindössze 120 esetben volt szükség. Ezekben összesen több mint 3 millió forint pénzbüntetést szabtak ki. Városunkban 2009 óta működik a Zöld Pont program, amelynek keretén belül a város közterületein a képviselőtestület javaslatára táblákat helyeztek el, a dohányzásmentes övezeteket, úgynevezett zöld pontokat jelölték ki. Aki pedig a leszokásban segítséget szeretne igénybe venni, Orosházán is fordulhat szakemberekhez.
A hozzánk betérő segítséget kaphatnak a dohányzással leszokással kapcsolatosan. Lehetőség van egyéni és csoportos konzultáción részt venni. A csoportos konzultáció az akár egy munkahelyi kollektívának a csoporttagjaiból is állhat. Egyéni konzultációk során pedig ugye nagyon fontos a motiváció, amit megpróbálunk fenntartani és erősíteni, illetve próbálunk különböző feladatokkal segítséget nyújtani abban, hogy a káros szenvedélyhez kapcsolódó szokásokkal megküzdjön az egyén, illetve hogy más alternatívákat találjon ennek helyettesítésére. Egyelőre nem terjed járványosan az influenza hazánkban, ezért még nem késő védőoltást kérni, hívja fel a figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. Évvégén a jelentések szerint mintegy 3700 beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Az ANTS arról tájékoztat, hogy a szezonális influenza elleni védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a védőoltás. Erre ingyenesen a 60 évnél idősebbek és bizonyos krónikus betegségekben szenvedők jogosultak. Ezen felül a várandós nők, valamint az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozók is kérhetik a térítésmentes vakcinát. Az aktuális influenza helyzetről folyamatosan beszámolunk internetes hírportálunkon az Orvos Cafén. Szerencsésnek vallja magát, hogy visszajöhetett. A karcagi kitérő után januártól ismét az orvosházi kapitányság munkatársa, Kis Rozália rendőrfőhadnagy. Feladatai nem változtak, újra belevetette magát a baleset megelőzésbe. Én annyi mindent csináltam, és nekem én mindent élveztem. Az elmúlt évben a több mint 100 között a második legnézettebb videó volt internetes hírportálunkon az Orvos Cafén az, amelyben búcsúzott Kis Rozália. Akkor azt mondta, az orvosházi kapitányság a második otthona, munkáját imádja, de magánéleti okok miatt vált, és Karcagon folytatja, főnyomozói beosztásban bűnmegelőzési előadóként. Tavaly júniusban költözött el, idén januártól pedig ismét itthon van. Azt szokták mondani, hogy az élet döntések sorozata. Én tavaly évben hoztam egy olyan döntést, hogy másik megyevárosának kapitányságán bűnügyi munkaterületen folytatom tovább a rendőri szolgálatomat. Amikor engem búcsúztattak, illetve megtudták, hogy mi a tervem, hogyan döntöttem, 26 év szolgálat után úgy engedtek el a kollégák, hogy alkalomattán rövid határidőn belül engem visszavárnak. Ahogy az idő telt, én úgy döntöttem, hogy élek ezzel a lehetőséggel, és 2015. január 1-től újból az orvosházi rendőrkapitányság baleset megelőzési előadójaként közlekedési szakterületen folytatom a régen megkezdett, közben abba hagyott és újra átvett munkaterületet. A feladatok maradtak, újra a baleset megelőzésről szól a munkája, már tervezi a programokat, azokat, melyek zömét az elmúlt években, évtizedekben is vitt. Zebrazsaru, iskola rendőre, közlekedésbiztonsági kupa, rajzpályázatok, és persze a nagy szerelem, a forgalomirányítás. A figyelemfelhívás a megelőzés fontosságát hangsúlyozza, szeretne minél több emberhez eljutni. Borzasztóan hiányzott orvosháza, illetve a kapitányság, hiányzott az a munkaterület is, amit itt hagytam, amit tulajdonképpen megszakítottam, jobban hiányzott, mint gondoltam, és úgy gondolom, hogy ezen a munkaterületen tudom igazából szolgálni és védeni a lakosságot. 1988. január 1-én kezdett közlekedési járőrként, szívvel lélekkel végzi munkáját azóta is. Januártól már ismét az orvosházi kapitányság kötelékében, hiszen azt mondja, itt van otthon. Új helyen szerezhetők be a horgász engedélyek. Január 1-től már nem a művelődési központban, hanem a Blinker horgászboltban vásárolhatók meg az engedélyek, és ugyanitt lehet leadni a 2014-es fogási naplókat is. Változott egy korosztályos szabály, 12 helyett 10 éves kortól lehet horgászvizsgát tenni. Már nem lehet horgászengedélyt kapni a Petőfi Művelődési Központban. Január 1-től a Blinker horgászboltban árusítják az engedélyt. Nem csak az engedélyek szerezhetők be ezen a helyen, ugyanitt lehet leadni a 2014-es fogási naplókat is. Hívja fel a figyelmet az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület. Ennek több jelentősége is van, hiszen a 7 napból 6 nap nyitva van a horgászbolt, és hát nyilván a turizmus segítése is a célunk egybe, hiszen itt lehet napi jegyet venni, és a terveink szerint pedig a külföldi állampolgárok fognak tudni állami és területi engedélyt vagy napi jegyet vásárolni.
Érdemes figyelni a fogási naplók pontos kitöltésére, hiszen az a horgász, aki február 28-áig nem, vagy késve esetleg hibáson adja le, már csak emeldíjas állami jegyet vásárolhat. Fontos tudni azt is, hogy állami horgászjegyet csak az kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy korábbi állami horgászjegyét bemutatja, illetve horgász szervezeti tagságát igazolja és fogási naplóját is leadta. De egy másik változásra is felhívja a figyelmet a Horgász Egyesület. 10 éves kortól lehet vizsgázni, 15 éves kortól pedig kötelező. Nyilván mind a két vizsgázáshoz szükséges szülői, illetve gondviselői engedély. De ez annyit jelent, hogy a korhatárt lejjebb vitték, eddig 12 év volt, most ez 10 évre módosult, és nyilván aki horgászni szeret, az hamarabb tud vizsgát tenni. A délbékési térségben egyébként csak az Orosházi Egyesület vizsgáztat. A vizsgák időpontjairól és a legfontosabb tudnivalókról a Kinizsi Horgász Egyesület honlapján lehet tájékozódni. További részleteket a témával kapcsolatban internetes hírportálunkon az Orosz Kafén olvashatnak. Negyedik alkalommal rendeznek kézilabda gálát és bált városunkban. A sportág ünnepének pénteken és szombaton az Eötvös Csarnok ad otthont. 16-án délután izgalmas játékok, mérkőzések lesznek, szombaton a jótékonysági bál 19 órakor kezdődik. Izgalmas mérkőzések, szórakoztató játékok, akár csak az elmúlt évben, az idei esztendőben is ezt kínálja a kézilabda gála. Január 16-án pénteken délután 3 órától pattog majd a labda az Eötvös Csarnokban. A korábbi években megkezdett hagyományhoz híven idén negyedik alkalommal rendezik meg a kézilabda ünnepét a hétvégén Orosházán. Tatai Tamás, a rendezvény főszervezője és ötletgazdája elmondta, a korábbi nagy sikerre való tekintettel másnap, 17-én szombaton este 7 órától jótékonysági bál veszi kezdetét. Az Orosházi Kézilabda Baráti Kör és az Eötvöstéri Sportiskoláért Alapítvány szervezésében mindannyian együtt ünnepelnek és adnak hangot a kézilabda iránt érzett szeretet, elkötelezettségüknek. Ez a kézilabdának az ünnepe, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt fog venni. Annyiban változik az előző évekhez képest, hogy most az előző napon, tehát a pénteki napon fogjuk ünnepelni szeretett sportágunkat, és itt az óvodásoktól az öregfőkig, illetve a zárómérkőzés a hagyományos tűzoltó rendőr összecsapásra fogjuk befejezni a rendezvényt, majd pedig másnap fog elkövetkezni a immár negyedik alkalommal elkövetkezendő bál. A pénteki kézilabdagála 15 órakor kezdődik, másnap szombaton este 7-től a jótékonysági bálra mintegy 450-500 vendéget várnak. Részletes programot internetes hírportálunkon az Orosz Kafén találnak. 90 éves lett az egykori gólyafészek és gyopár presszó prímása. Hegedűs János decemberben ünnepelte születésnapját, és máig szívesen veszi kezébe kedvenc hangszerét. Stábunknak régi élményeiről mesélt, és azt is megmutatta, hogyan készülnek a hegedűk. A régi gólyafészek vendéglő hangulatát idézi vissza a Hegedűs János. A prímás több mint 40 évig játszotta a vendégek kedvenc nótáit több vendéglátóhelyen is. Ma már nyugdíjas, de szívesen emlékszik vissza a régi időkre. Úgy kezdődött, hogy a bátyám előbb ő zenélt, ő tanulta, én meg ellestem tőle, úgyhogy így meg, még nem hegedűvel kezdtik, hanem avval a szárézik muzsikával kezdtük. Nem zenészként kezdte pályafutását a prímás, sorsa végül mégis a zene felé terelte. Miután képzettséget szerzett, vendéglőkben kezdett dolgozni. Legelőször gerendáson a Diófa vendéglőben. Oda mentem először. Az áfész volt akkor. És onnan ott 4 évig voltam. Nagyon szerettek ott bennünket. Akkor onnan áttettek Csorvásra, abba a vendéglőbe, és ott voltunk, ott megint 4 évig. Onnan kerültem be ide Orosházára, a gólyafészek vendéglőbe. Majd a gólyafészek elárverezése után János a gyopárpresszóban kezdett el dolgozni. 3-tagú zenekar szolgáltatta esténként a talpalávalót. Nem egyszer hajnalig tartott a mulatozás a vendégek legnagyobb örömére. Oda sokfajta emberek jöttek. Jöttek gazdagok is, meg szegények is,
Úgyhogy jó volt, végig nagyon jó volt nekünk. A hegedű iránti szenvedély János nyugdíjba vonulása után is megmaradt. Szabad idejében hegedű készítéssel és javítással foglalkozik. Műhelyében mutatta meg nekünk, hogyan készülnek a hangszerek. Ugye belegörbíteni az oldalát, így azt, mikor úgy megszáradott benne, és akkor azt kiveszem belőle, akkor így, lásd, így. Uh-huh. Ez megvan az oldala. Így. Hegedűs János december 20-án töltötte be 90. életévét. Amint azt stábunknak elárulta, a mai napig több órán át játszik hegedűjén. Azt is elmondta, a zenélést soha nem lehet megunni. A Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. Véradás, újra az orvosháziak szúrnak. Dohányzás, városunkban nem büntettek. Folytatva a baleset megelőzést, ismét orvosházán Kis Rozália. Ezek voltak a legfontosabbak kedden este az Orosházi Városi Televízió híradójában. Kommentár nélkül folytatjuk, tévészenek velünk, viszontlátásra!